1 és 2 és 3 és 4 is. Járókelő fiatalok vették észre, hogy nem lélegzik egy férfi a Városház téren. A bajba jutott embernek segíteni akartak, ezért azonnal mentőt hívtak hozzá, és amíg megérkezett a szakértő segítség, megkezdték az újraélesztést. Itt szó szerint most az életmentésre tudjuk felhívni a figyelmet. Az újraélesztés világnapján a mentőszolgálat, a Vörös Kereszt és a Fehérvári Önkormányzat figyelemfelhívó programot szervezett. Ennek első állomása volt a mentési bemutató. Fejér megye vezető mentőtisztje azt mondja, Európában minden 45. másodpercben történik hirtelen szívmegállás, és a tragédia csak akkor elkerülhető, ha az újraélesztés szinte azonnal elkezdődik. Ezért a legfontosabb az, hogy merjünk segíteni, tette hozzá Pápai Imre. Az első nagyon fontos, hogy merjünk oda menni hozzá, merjünk oda menni egy nem légző, egy nem reagáló beteghez, merjünk oda menni egy olyan emberhez, aki vélhetően csak alszik az utcán, próbáljunk vele kapcsolatot teremteni, amennyiben nem sikerül, minél korábban hívjunk segítséget, vizsgáljuk meg az alapvető életjelenségeket, ez a laikusok esetében a légzés vizsgálatából fog állni, abban az esetben, hogyha nincsen légzés, akkor pedig meg kell kezdeni minél korábban a mellkas kompressziókat. Mutatom, hogy mit kell csinálni, jó? A program második felében mindenki megtanulhatta az újraélesztés menetét és a mellkas kompressziót. Egyet Tímea az első István iskolából érkezett, és azt mondja, most már készen áll arra, hogy ha szükséges, segítséget nyújtson. Meg kell nézni, hogy először fel kell hívni a mentőt, és utána meg kell nézni, hogy lélegzik-e, és utána meg el kell kezdeni az újraélesztés. Mersz-e oda menni ezek után, hogy valaki bajba kerül segíteni rajta? Hát igen. Miért fontos ez, mit gondolsz? Mert hogyha nem megyünk oda hozzá, akkor akár meg is halt. 2023. szeptemberében a Fejér megyei mentőket összesen 45 beteghez riasztották szívmegállás miatt, és közülük 8 ember maradt életben.